Először is azt szeretném kérni, hogy tegye föl mindenki a kezét, aki hivatásszerűen foglalkozik gyerekekkel. Jó, van néhány kéz. Most azt kérném, hogy azok is tegyék föl a kezüket, akik magámba foglalkoznak gyerekekkel, mert történetesen van nekik otthon. Szuper. És akkor most azt kérném, hogy azok is tegyék fel a kezüket, akik voltak már gyerekek. Nagyszerű, milyen sok kéz. Akkor biztos tudtok nekem segíteni. Azzal foglalkozom, hogy mit tudnak a babák, amikor megszületnek. Mit tudtatok, amikor megszülettetek? Oké, lehet, hogy egy kicsit nehéz kérdés. Akkor próbálkozunk egy könnyebbel. Hogyan tanultatok meg beszélni? Ezt már igazán elmondhatnátok. Ezen mindannyian keresztül mentünk, nagyszerűen beszéltek. Hogy történt? Természetes volt? Könnyű volt? Tulajdonképpen ironikus, hogy fogalmunk sincs egy olyan dologról, amin mindannyian keresztül megyünk. És lehet, hogy nem is olyan egyszerű megtudni a választ erre a kérdésre, és lehet, hogy nem is olyan egyszerű a kérdés. A nyelv elképesztően komplex és gazdag, Vegyünk például egy tízszavas mondatot, mint amilyen ez is. Hogyha minden egyes szót tíz másik követhet a lehetséges nagyjából ötvenezerből, amennyit egy átlagos beszélő ismer, akkor az tíz a tizediken, vagyis tíz milliárd lehetséges kombinációt jelent. Ez elképesztő információs komplexitás és gazdagság, és tulajdonképpen kognitív tudósok sem értjük pontosan, hogyan tudják a gyerekek az anyanyelvüket, nagyjából három év alatt pompásan elsajátítani. Az elte babalaborjában, amikor fogják a babák a szüleiket, és eljönnek hozzánk, hogy megnézzenek néhány játékos videót, vagy egy bábszínház előadást, mi is azt próbáljuk kideríteni többek között, hogy hogyan tanulnak meg beszélni, hogyan oldják meg ezt a lehetetlennek tűnő tanulási feladatot. De az, hogy pontosabban meg tudja mutatni, hogy hogyan kezdünk neki, három kulcsot kell, hogy adjak nektek. Az első a Chomsky fordulat. Chomsky volt az, aki véget vetett a pszichológiai kutatás sötét középkorának. Ezen az ábrán azt látjátok, hogy az elmúlt néhány száz évben hogyan alakult a pszichológia, a filozófia, az emberiség egyik nagy kérdése, az öröklés és a környezetvita, hogy a tudás valamilyen vele született, vagy a tudás valamilyen tanult forrásból kerül hozzánk. Minél magasabban van valaki ezen az ábrán, annál inkább az öröklés, és minél alacsonyabban, annál inkább a környezet szerepét hangsúlyozta. Az 1600-as évek végén egy brit filozófus, John Locke azt javasolta, hogy egy baba nem tud semmit, mert nem is tudhat semmit tapasztalat hiányában. Mindezt úgy mondta, hogy neki magának sosem volt gyereke, de ez a felvetés aztán rengeteg vitához vezetett. Olyan fontos ez a kérdés, és annyira fontosnak tűnt a környezet szerepe, hogy a 20-as években, a 20. század elején a kiemelkedő amerikai pszichológus Watson, a behaviorizmus atya, arra a merész kielentésre vetemedett, hogy adjatok 12 babát, és én tetszés szerint bűnözőt vagy bankárt faragok belőlük, azt írok arra az üres palatáblára, amit csak akarok. A nagy fordulat, ami Chomskyhoz kötődik, az 50-es években az informatikai forradalom hajnalán következett be, amikor is Chomsky pont a nyelv kapcsán azon gondolkozott el alaposabban, hogy mi kellhet ahhoz, hogy megtanuljunk egy nyelvet. Mivel kell akkor egészen pontosan megbírkózni a gyereknek? arra jutott, hogy ez annyira bonyolult és komplex, a rengeteg szabály, a rengeteg szó, a rengeteg rendhagyó eset, hogy tulajdonképpen valamilyen veleszületett, beépített tanulási mechanizmus nélkül lehetetlen feladat megoldani. Vagyis valamilyen nyelvtanuló mechanizmusra van szükségünk, hogy elsajátítsuk az emberi nyelvet. A másik kulcs az illogikus másolás. Itt Budapesten született az elmúlt évek egyik legnagyobb tudományos áttörése. Gergely György és Csibra Gergely egy zseniális elméletet építettek új eredményeik köré. Ők a Fantom Egyetemnek nyilvánított CEU babakutató labor alapítói, amely rövid karrierje alatt a világ egyik első számú kutató laborjává nőtte ki magát. Elméletük szerint, hogyha bizonyos különleges, apró kommunikációs jeleket adunk a babáknak, egészen máshogy kezdenek tanulni. Itt az egyik kísérletből láthattok három képet, ahol a kérdés az volt, hogy vajon utánozzák-e a babák, ha valaki teljesen értelmetlenül a keze helyett a fejével nyom meg egy lámpát. Amint látjátok, sikerült. Ezek az apró jelek, hogy például a babák megszólítása, nevükön nevezése, dajkanyelv, vagy mutatás, egyszerűen megváltoztatják a befogadást. Ez egy kísérletben nagyjából úgy néz ki. Szia, baba! Figyelj! Mutatok valamit! És erre a babák teljesen látszólag értelmetlen dolgokat is utánozni kezdenek. Ilyet a legközelebbi rokonaink, a csimpánzok nem csinálnak. Az utánozó majom a hülyeséget nem utánozza. Az embergyerek viszont... <coughs> és lehetséges, hogy az emberi vállásnak ez az egyik nagyon fontos kulcsa, olyan látszólag értelmetlen dolgokat is követ, aminek semmi közvetlen haszna nincs, feltételezve, hogy később talán valamire jó lesz. És mik ezek az önkényes értelmetlen dolgok? Például a nyelv. Szaször figyelte meg azt, és írt erről, hogy tulajdonképpen semmi szisztematikus nincs a között, hogy hogy néz ki egy asztal, és miért éppen az asztal szóval jelöljük. A szavak mind önkényes jelek, és ebben lehet kiemelt szerepe a természetes pedagógiának, hogy megadják a babák nekünk azt a bizalmat, hogy amit mondunk, egyszer majd jó lesz valamire. A harmadik kulcs az, hogy egy új elmélet szerint a nyelv tulajdonképpen a gondolatok befolyásolására irányul, és sokkal inkább erre irányul, mint nyers információközlésre. Dan Sperber, a világhírű francia antropológus, kognitív tudós nyelvész, aki szintén a Phantom CEU kötelékeiben dolgozik, egy formabontó elmélettel állt elő néhány éve, amiben azt javasolja, hogy az emberi nyelv alapvetően azért más, mint az állati jelrendszerek, mert nem az itt és mostra, hanem a másik gondolataira irányul. Vagyis, amikor valamilyen új információt hallunk, valaki megszólít minket, nem csak azt figyeljük, hogy vajon miben új ez a dolog, hanem azon kezdjük törni a fejünket, mit hitt a másik, mit tudtam eddig, és mit akar, hogy ezután gondoljak. Például, amikor egy kellemes vasárnapi ebéden azt halljuk, hogy ide tudnád adni a sót? A legtöbben és jobb esetben nem azon kezdünk gondolkozni, hogy képesek vagyunk-e megemelni a sótartót. Inkább valami olyasmi következtetésbe bonyolódunk, hogy a másiknak sótlan az étele, a sótartó ott van a közelünkben, és ezt elkérte tőlünk. De nem arról van szó, hogy kíváncsi, hogy képesek vagyunk -e erre. Vagyis ez a három fontos lépés a kognitív tudomány kutatásaiban, a Chomsky fordulat, hogy szükségünk van valamilyen előzetes tanulási mechanizmusra, hogy elsajátítsuk a nyelvet például, az illogikus másolás, hogy látszólag önkényes és értelmetlen dolgokat is utánzunk, és az, hogy a nyelv a gondolatok befolyásolására irányul, új fénybe helyezte az elmúlt időszak kísérletét és kutatásait. Az Elte Baba laborjában Többek között arra keressük a választ, hogy követik-e a babák, ha a másik félreért valamit. Vagyis, hogy mikortól kezdik használni a nyelvet arra, hogy figyeljék, mit tud a másik. Vagyis, hogy tudják-e a babák, hogy tudjuk. A babák jóval azelőtt alaposan eljátszadoznak a gondolatainkkal, hogy beszélni tudnának. Nagyon kommunikatívak. Egy jól irányzott mutatás, egy gügyögés, vagy ne adj Isten, egy határozott bömbölés nagyon gyorsan szokta arra sarkalni a szülőket, hogy azon kezdjék törni a fejüket, mit akarhat a baba. Az egyik kísérletünkben, amit szorosan a CEU babakutató laborjával futtatunk, arra keressük a választ, hogy hogyan reagálnak a babák, amikor tárgyakat nevezünk meg nekik egy kis bábszínházas előadás közben. Ezek a tárgyak olyanok, amikről feltételezzük, hogy ismerik, és minden tárgyat az ő szempontjukból pontosan nevezünk meg. A kisautót kisautónak, a kacsát kacsának, de ott ül velük szemben valaki, akit egy bábszínházas trükk miatt időnként olyan helyzetbe hozunk, hogy félreérti, és azt hiszi, rosszul neveztük meg a tárgyakat. Előzetes eredményeink szerint úgy tűnik, hogy a babák nagyon is követik, hogy a másik félreért valamit. 14 hónaposan, amikor az agyunk először ad olyan jeleket, hogy feltételezhetjük, hogy értik a szavak jelentését a bébik, már egyúttal azt is értik, hogy a szavak más jelentéssel bírhatnak nekik, és más jelentéssel egy másik ember számára, miközben ugyanarról a szóról van szó. Vagyis azt figyelik, mit gondol, és mit tud a másik az elhangzottak alapján. Vagyis lehet, hogy mégis a középkoriaknak lesz igaza. Lehet, hogy a gyerekek kicsi felnőttek. Nagyon sokáig, úgy nagyjából a modernkorig úgy tűnik, hogy nem másként tekintettek rájuk, nem volt a gyerekkor külön időszakként számon tartva. És hogyha kicsi felnőttek, akkor mindent tudnak? Nos, ha mindent talán nem is, de sokkal többet, mint amit kinéztünk belőlük, Azért fontos, hogy minél több baba eljöjjön hozzánk a babalaborba, mert csak az ő segítségekkel tudjuk megválaszolni azt a kérdést, hogy hogy tanulunk megbeszélni, mi a tudásunk eredete, és ők tudnak segíteni abban, hogy az öröklés vagy a környezet a legfontosabb tényező a tudás megszerzésében. A legújabb kutatások szerint úgy tűnik, hogy erre a régi szakállas kérdésre új válaszokat is tudunk adni. Nem a tanulás vagy veleszületettség, hanem maga a tanulás lehet vele született. Azok a mechanizmusok, amik lehetővé teszik, hogy lehetetlennek tűnő tanulási feladatokat nagyon rövid idő alatt megoldjunk. Úgyhogy lehet, hogy érdemes lesz jobban odafigyelni a babákra, mert tényleg lehet, hogy tudják, hogy tudjuk, hogy tudják, és ha tudják, akkor jól tudják. thank you